Hagyomány és fejlődés. Ez a mottója a Magyar Hidrológiai Társaságnak, amely 1989 és 2005 után harmadik alkalommal szervezte vándorgyűlését Nyíregyházára. Az ország számos pontjáról érkeztek vízügyi szakemberek a Nyíregyházi Egyetemre. A háromnapos találkozó során a szakmai előadások, valamint tanácskozások mellett a megye több vízműtelepét és védművét is meglátogatják a résztvevők. A 105 éves Magyar Hidrológiai Társaságnak ez a 39. országos vándorgyűlése, amikor elődeink a 70-es években kigondolták ezt a rendezvényformát más civil szervezetek, szakmai egyesületek mintájára, akkor az a cél vezérelte őket, hogy az egész évben 8-10 hónapon átfolyó szoros szakmai munka, előadó ülések, programok közepette, nyár elején kötetlenebb formában, de mégis szakmai kérdésekről tanácskozzanak, beszélgessenek. A vándorgyűlés ünnepi plenáris ülésén is központi téma volt a két hónapja tartó asszály, amely a térségben már általános problémává vált az utóbbi időszakban. Román István kormány megbízott köszöntőjében hangsúlyozta, a nyírség vízpótlása egyre sürgetőbbé vált, de jó ütemben halad a munka. Az elmúlt években és az elkövetkezendő években is várható, hogy ezeknek a feladatoknak a megoldására megyére érkeznek források. Korábban az árvízvédelmi fejlesztések voltak, amelyek leginkább zajlottak és zajlanak napjainkban is, de a délnyírség öntöző csatorna megtervezése is elkezdődött. Maga a tervezés is több milliárd forint értékű, a megvalósítás költsége pedig a 100 milliárd forintot is meghaladja. Réti Pák közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kormány támogatja a beruházás létrejöttét. Folyik a tervezés ennek a projektnek, és nyilvánvalóan a kormány, hogyha ez be fog kerülni, akkor a kormány a bölcs döntését meg fogja ezzel kapcsolatban hozni. Nem csak a nyírségbe, hanem a homokhátság vízpótlásán is dolgozunk. Természetesen nagyon rossz hírek vannak egész Európában erről, tehát olvassuk az újságban, nem csak Magyarország érintett, hanem egész Európa, ami a póval történt, azt nyilván mindenki tudja. Én most jártam külföldön, nem régen jöttem haza, Szlovéniába, Horvátországba, ugyanez a helyzet sajnos. Nem csak a vízhiány, hanem a Felső-Tisza vidékének állandó veszélyéről, az árvízről is tanácskoztak a szakemberek. Jelenleg is folyamatban van a védelmi rendszer erősítése, csak nem 40 milliárd forintból épül ki a Tisza-túr tározó. Ez ősszel befejeződik, üzembehelyezésre kerül, és a következő tervezési ciklusban pedig szeretnénk folytatni a töltések fejlesztését, építését, hiszen a hegyekből lezúduló vizek ellen csak így tudunk védekezni, a kész védelmi rendszer áll rendelkezésre. Nagyon rövid az idő arra, hogy idéglenes védműveket építsünk, hiszen egy-két nap alatt 8-10 métert is képes áradni a folyó, tehát az a legbiztosabb, ha a védművek készen állnak, készen vannak, és ezeknek a működtetése és ellenőrzése a feladat, nem pedig homokzsákok millióinak a beépítése embertelen időjárás és egyéb körülmények között. A vándorgyűlés nyitó ülésén kitüntetéseket is kiosztott a Magyar Hidrológiai Társaság. 5 szakmai csoport kapott nívódíjat tudományos munkájáért. Köztük volt Luca Zoltán, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságának osztályvezetője is, aki az ELKOM Kft.-vel közösen a keletről érkező vízszennyezések mozgását és hatásait vizsgálta.